Üdvözlök mindenkit, Radonóra vagyok. Ez itt a Kubit podcastja. Vásárhelyi Orsolya adattudóssal, a Vorik és Corvinus Egyetem kutatójával és a Women in Data Science közép- és kelet-európai verziójának egyik főszervezőjével beszélgetünk. a data science, data scientist kifejezéseket állítólag 2008-ban használták először, és hogy azóta elképesztően megnőtt az adattudósok, az adattudomány iránti igény. Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal szerint például 2026-ig 28 os növekedésre számítanak az adattudomány terén. Értelmezésük szerint a következő pár évben 11,8 millióval több adattudósra lesz szükség csak az Egyesült Államokban. Ha már ennyire felkapott területről van szó, esetleg érdemes lenni az alapoknál kezdeni, mi az az adattudomány, és vajon mi hajtja ennyire a terület népszerűségét? Ha mondjuk azt mondom, hogy én adattudós vagyok, ez egy olyan fogalom, ami rengeteg minden tartozik. Tehát, hogy én kezdtem a szakmámat statisztikusként, aztán voltam elemző, aztán voltam big data szakértő, aztán programozó elemző, aztán megjelent ez a data scientist, de voltam data analyst, tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy 11 millió, vagy mennyi pontosan, 11 millió új data scientistre lesz szükség, abban azért azt gondolom, hogy nagyon sokféle terület tartozik. Tehát, hogy szerintem ebben benne van az, aki adatokat elemez mondjuk egy szoftver segítségével, tehát nem feltétlenül ő írja a kódot hozzá, de az is benne van, aki mondjuk az arcfelismerő algoritmust fogja az ember telefonján update és a legújabb változatát kialakítani. Szóval ez egy ilyen nagyon divers dolog, és, és szerintem senki nem tudja, hogy így pontosan mi. Valami nagyon egyszerűen Igazából erre van egy vicc. Egyszer azt mondták, hogy az az adattudós, aki San Franciscóban egy kávézóban ül egy megbukkal és statisztikákat készít. Tehát, hogy szerintem maximum ez a legközelebbi, de hogy szerintem nagyon tág, és az alapja az, hogy tényleg statisztikai, illetve matematikai módszerekkel különböző méretű adatokból, mert lehet ez nagyon nagy, nagyon kicsi, próbálunk problémákat egy, megérteni, kettő előrejelezni. Azt hiszem talán ez a legegyszerűbb. És te hogyan jutottál erre a területre? Honnan navigáltál ide? Eredetileg nem matematikusnak készültem, hanem mint minden 18 éves lányzó, én is pszichológus akartam lenni, csak nem vettek fel a pszichológia szakra, és ezért társadalmi tanulmányokat kezdtem el tanulni, hogy na majd ott szociálpszichológia nagyon király lesz, én a drogosokon fogok segíteni, szóval én teljesen. A második pszichológia óra után rájöttem, hogy ez engem egyáltalán nem érdekel. Mondjuk lehet, hogy az is bennem egy kicsit szárazan volt előadva a tananyag, tehát hogy azért ez, ez biztos benne van. Viszont az, voltak olyan óráim, amik ilyen úgynevezett módszertani órák voltak, ahol elkezdtünk statisztikai dolgokkal leírni társadalmi problémákat. Tehát, hogy és engem ez, teljesen magával ragadott, hogy wow, a mateknak amúgy van értelme. Tehát, hogy én egy olyan gimbertem, hogy jó volt a matek, de én, én ott hagytam a matek faktot. Tehát, hogy én nem mentem matek faktra, mert minek az nekem, engem az emberek érdekelnek a ahhoz ez nem kell. És amikor elkezdtünk társadalmi problémákat leírni matematikai módszerekkel, számokkal, megérteni változásokat, akkor én mondtam, hogy én ezt akarom csinálni, ez nagyon király. És euh, így mentem utána a statisztika szakra, már azzal a tudattal, hogy vagy, hogy, ez az eszköztár, ez, ez baromi izgalmas, és nagyon jó dolgokat lehet vele csinálni. Plusz én amúgy nagyon szeretem írni, meg, meg ilyen sztorikat elmesélni, és ebben tök sokat segített úgymond a statisztika, meg ez a data storytelling, hogy adatokkal el lehet mondani valamit, és így ember közelibbé tenni, és ez, ez, ezek voltak így, ami elvitt a statisztika irányába majd volt egy órám, amit úgy hálózatkutatásnak hívtak, ahol a Barabási Lacinak az első könyvéből pár fejezetet kellett elolvasni. És hát azt a könyvet nyilván, mint egy jó diák, az a vizsga előtti nap elkezdtem elolvasni, viszont elolvastam az egészet aznap éjszaka, és mondtam, hogy hú, hát ez, ez, ez az, ez a nagy cucc, ami engem érdekel, ez nagyon király. És utána a statisztika szak, nem is tudom, első hetében elkezdtem a Barabási Laciék cégében gyakornokoskodni, és akkor ott dolgoztam egyébként három-négy évet, mint hálózatkutató, és akkor még nem volt arról szó, hogy elmegyek doktori képzésre, meg ilyesmi, mert nagyon élveztem, mert ez egy tök új terület volt, meg nem is létezett hálózatkutatási doktori képzés, én pedig mindenáron azzal akartam foglalkozni. De aztán lett, és az első, ami Európában lett, az a CEU lett, és akkor engem az első kohortba felvettek, és ott kezdtem a PhD-met, amit tavaly fejeztem le. A doktori disszertációd az a rejtett diszkrimináció, hogyan hat a férfiak és nők sikerességére a technológia terén. Ezt jól tudom? De... nagyjából igen, igen, röviden erről szól. Erről esetleg tudnál kicsit bővebben is mesélni? Alapvetően ugye én ezt a hálózatkutatás PhD-t csináltam, de ez egy olyan terület, ami nagyon interdisciplináris, tehát tök sokféle tudományterület ő, találkozik. Itt vannak programozók, fizikusok, matematikusok, szociológusok, és euh, ami közös abban, hogy mindannyian ugyanazt az eszköztárt használjuk, és próbálunk nagy adatokat használni ahhoz, hogy megértsünk akár társadalmi, akár természettudományi problémákat. És amivel én foglalkoztam, az alapvetően egy társam tudományi probléma, ugye ez a... Ez alapvetően az a kérdés, hogy, hogy van a tudomány és a technológiai terület, ahol tudjuk, hogy alul reprezentáltak a nők. Ennek van egy csomó társadalmi oka, hogy miért, de azt amúgy nem annyira tudjuk, vagy tudtuk nagyon sokáig mérni hagyományos módszerekkel, mondjuk kérdőívekkel, vagy emberek megkérdezésével, hogy, hogy hogyan történik a diszkrimináció mondjuk olyan területeken, hogy a karrier előrejutásban, és stb., és um, az az érdekes dolog a nagy adatokban, hogy hogy egy csomó olyan dolgot tudunk tesztelni, ami baromi látens. Tehát, hogy van-e a viselkedés mintájában az embereknek valami olyasmi, ami arra predestinálja őket, hogy mondjuk kevésbé sikeresek legyenek. Van-e olyan, hogy nőies viselkedés, amit mondjuk felismernek az emberek egy közösségben, és ezt büntetik, noha, tehát nem egy direkt diszkriminációról van szó. És én ilyen típusú dolgokat kerestem ö, ö, már meglévő adatokon. Tehát az egy nagyon fontos dolgot, hogy én nem megkérdezek embereket, hanem mondjuk online közösségeknek a kollaborációját vizsgálom, hogy ott hogyan történik meg, hogy nők és férfiak nem dolgoznak együtt, vagy miért nem, vagy miért sikertelenebbek. És ebben hogyan jelenik meg az embereknek a hálózata. Mert a hálózatokban azért rengeteg olyan dolog, a diszkrimináció nagyon jól mérhető, hogy mondjuk a nők csak nőkkel dolgoznak, a férfiak csak férfiakkal, nyilván nagyon leegyszerűsítve, de hogy ezt a hálózati eszköztárt használtam ehhez. Ha jól tudom, volt ennek egy olyan ö, vetülete is, amivel azt nézted meg, hogy a divers csoportok azok ö, jobb eredményekre jutnak, mint a nem divers csoportok. Szóval alapvetően három fő területen dolgoztam. Az egyik az szoftverfejlesztőknek a kollaborációjával ö, ö, foglalkozott. Ö, a, a második az ö, tudósoknak a, az online térben való sikerességét vizsgálta, szerint, hogy kikkel kollaborálnak nyilván összehasonlítva van nőket és a férfiakat ebben az esetben, és a harmadik pedig videójátékfejlesztő csapatoknak a kreativitását és a, a, a sikerességét nézte. A 80-as évektől napjainkig megvan, hogy kikivel dolgozott együtt. Ezért a legelejétől tudtuk nézni kvázi ezt az egész industry-t, mert hogy ugye ez egy viszonylag új terület, és alapvetően nagyon kevés nő van benne. És azt néztük, hogy a csapatoknak az összetétele hogyan függ össze az, hogy mennyire ez innovatív egy játék, tehát hogy mennyire újszerű, ahhoz képest, hogy az előző öt évben lévő játékok milyenek voltak, illetve hogy mennyire sikeres a kritikusok szemében, mert ugye olyan adatunk nincs, hogy mondjuk mennyi pénzt hozott a játék, meg azok nagyon sokszor függnek attól, hogy milyen a marketing büdzsé, melyik céghez tartozik, stb. De nyilván ezekre így kontrolláltunk, ahol lehetett. És csináltunk egy um, két főmérő számunk volt, az egyik az úgynevezett diversitás, ami a sokszínűség, tehát hogy nagyon egyszerűen, amit kb. minden tech cég ma mond, amikor megkérdezik, hogy mennyire sokszínű, hány százalék nő van, vagy latinó, de mi most csak ugye a nőket néztük, a nev, um, és a másik pedig az inklúzió, amiről egyébként szerintem egyre több szó esik, hogy önmagában az tök sokszor nem elég, hogy én mondjuk felveszek egy csomó nőt, vagy, vagy egy alulreprezentált csoportot egy cégbe, ők attól nem fognak ott maradni ha nem olyan a közeg, tehát nem inkluzív, nem befogadó. És az inkluzió egyébként annak ellenére, hogy most tök sokat beszélünk már erről, tudósok, meg, meg hárszakértők, meg úgy mindenki, nem annyira jól meghatározott, nem annyira számszerűsíthető egyelőre. Mert hogy az egy nagyon nehezen számszerűsíthető dolog, mert az egy ilyen egyéni érzés, hogy én úgy érzem, hogy be vagyok-e fogadva. Viszont az inkluziónak van egy olyan szakirodalma, ami hálózatokkal közelíti meg ezt a kérdést, és ha úgy vesszük, az inkluzió az a szegregáció hiánya, tehát hogy az embereknek a hálózatban elfoglalt pozíciából le lehet számolgatni önöket, hogy a nők és a férfiak mennyire vannak befogadva ebbe a közösségbe. És mi azt találtuk, hogy ez a mér Szám. A diverzitás önmagában nem fog jobb kreativitást prediktálni egy csoportnak, de ha az inkluziót is növele a csoportok között, meg a, meg a diverzitást is, akkor a legkreatívabbak a csoportok. Tehát, hogy ahhoz, hogy kreatív termékeket hozzunk létre, nem elég csak felvennem, nem tudom, 50% nőt. Egyébként azok a csapatok a leg kevésbé kreatívak, ahol a fele a csapatnak, tehát a legmagasabb mondjuk úgy a diverzitás, de nagyon alacsony az inkluzió. Azok a legjobbak, ahol mindkettő van. És akkor ez egy ilyen tök szép, mindenki erre az eredményre vár, mint ember, aki hisz a diverzitásban, de aztán megnéztük a sikerrel való kapcsolatát ugyanennek, és és ez így nulla. Tehát, hogy az inkluzió és a diverzitás semmilyen szempontból nem prediktálta a sikerét ezeknek a csapatoknak. Noha a kreativitás a legfontosabb prediktor. Tehát, hogy ugye abban megjelenik a diverzitásnak meg az inkluziónak a szerepe, de ez a kettő, a interakciójuk sincs, tehát a kettő együtt nem működik, és a diverzitásnak egy ilyen elképesztő negatív hatása van. És ennek az oka az, feltételezésünk szerint, hogy maga a kultúra, tehát hogy ez egy videójátékfejlesztőkről beszélünk, a kultúra, és mi, mi a siker? Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy mit tekintünk sikernek. Ez azok, akik ilyen review-kat irogattak a játékokra, és akkor ott nullától százik pontokat adtak nekik. És én megnéztem az összes review-t, a review és nulla nőt találtam köztük. Tehát valószínűleg a kultúra maga, nem feltétlenül értékeli azt a fajta más típusú gondolkodást, amit ez, ez, hoz. Vagy egyszerűen ilyen overlooked, tehát hogy így nem is néznek azokra a típusú játékokra, amiket ilyen sokkal diverzebb csapatok csinálnak. Tehát hogy ahhoz, hogy a kreativitásból származó egyébként, a kreativitásban megjelenő diverzitás és inklúzió az egyébként így számítson abban, hogy a reviewerek mit gondolnak, ahhoz egy ilyen kulturális változásra is valószínűleg szükség van aminek azért egy fontos limitáció, hogy ezek az adatok ilyen 2015-ig vannak, tehát hogy az sok minden változott, úgyhogy majd, majd újra meg kell nézni frissebbeken, de, de szerintem az, az egy teljesen reális dolog, hogy hiába akarunk diverzebb, meg inkluzívabb csapatokat, ez nem biztos, hogy meg fog jelenni a sikerbe, mert a siker az egy nagyon közösségi koncepció. Tehát, hogyha tényleg a diverzitás jegyében mondjuk nőket vesznek fel egy céghez, az nem biztos, hogy a legjobb stratégia? Szerintem ez egy tök nehéz kérdés, tehát ugye ez egy kicsit a kvóta kérdés is, hogy akkor most akarjuk, hogy legyen-e a politikusok x a nő, vagy ne. Ez, ez egy hasonló kérdés ebből a szempontból. Alapvetően ugye az a policy, ahol van úgynevezett diversity hiring, vagy ez a sokszínűség jegyében tesznek lépéseket, hogyha van -e egy felvételi eljárás, akkor ott vannak különböző pontok, ahol én ezt a, ezt a problémát, hogy sokkal kevesebb nő, vagy, vagy, vagy tudom, ilyen lilahajú ember van, vagy, vagy, vagy kékszemű, ezt tudom orvosolni ala az első lépés, hogy egy olyan nem tudom, olyan álláshirdetést csinálok, ami már önmagában nem riasztja el őket. Mert egyébként arról rengeteg kutatás van, hogy vannak olyan szavak, olyan leírások, amik, amik azt fogják mondani, hogy a nők nem fognak jelentkezni. Tehát például, ha van tíz dolog, amit egy cég kér, és én mondjuk nem tudom mind a tizet, akkor én valószínűleg nem fogok jelentkezni, mert szociálisan így vagyok felnevelve egy nő Kelet-Európában, akinek tökéletesnek kell lennie hogy, hogy merjek jelentkezni. Egy férfi, akkor is fog jelentkezni, ha mondjuk csak kettőt vagy négyet tud. De és akkor itt már van egy ilyen self-selection, hogy egyszerűen egy kiírtam magam, tehát átírjuk első körben magát az álláshirdetést, más típusú szavakat használunk, nem azt írjuk le, hogy a legjobbakat keresünk, a legdurvábbakat, itt nagyon sokat kell dolgozni, ami kicsit így a társadalmi elvárásoknak megfelel, amit egy, egy nőtől elvár a társadalmahoz igazítjuk. Ez nem biztos, hogy jó, de ez az első lépésről, hogy legyenek emberek. A másik lépés az, hogy a magában, a folyamatban egyáltalán figyelek arra, hogy a nő ne csak férfiakkal találkozom. Tehát, hogy például amikor én interjúzom, akkor engem azért így, ez megesik azért az én szakmámban, hogy igazából nincs egy darab nő se. Tehát, hogy én sok olyan helyen dolgoztam, ahol így nem volt senki, és azért egy nő így a 30-as éveiben azért elkezd erre figyelni. Vannak nők, vannak ez szenyor nők, nekem itt van jó képe, mi lesz, akarok családot, kitől fogom ezt megkérdezni. Ezeket így nem mered kimondani egy interjú sorozatban, de amikor csak férfiakkal találkozol, akkor ez azért így felmerül a kérdés, hogy de miért nincsenek? <laughs> ez nem jó. Tehát egy, ez is egy lépés, hogy az ember nem droppolja magát az interjúból, amikor mondjuk senki nem találkozik, aki olyan, mint ő. Tehát ugye ez, ez nem csak a nőkre vonatkozik, hanem mindenkire, aki egy kicsit nem a fehér nem tudom, középosztálybeli férfi, tehát hogy, amit mondjuk a textén a nagy része. Egyszerűen hogyan fogok én ide beilleszkedni. És akkor utána jön az a, az a kérdés, hogy amikor a final, tehát a legvégén végén vagyunk, és van egy nő, meg egy férfi, és mindegyik kvalifikált, akkor a cég dönt úgy, hogy a nőt fogom választani, mert mindketten jók. Ebben az esetben nem beszélünk diversity hire-ről. Szerintem ez csak egy döntés a cég részéről, ha van mindkettő tökre kvalifikált. Lehet, hogy a férfi egy kicsit jobb, ezt még én még, azt még el tudom fogadni, hogy lehet, hogy a férfi egy kicsit jobb, de a nő meg, vagy, majd nem a férfi, hanem a nem tudom, igen, de a nő meg többet fog hozzáadni a csapathoz, mert utána mondjuk több nő fog jönni például. Erről, erről is vannak eredmények, hogy ha van nő, akkor sokkal több nő fog jönni. Ha van latino, több latino fog jönni, mert az ember, a homofília az, az egy ilyen alapvető dolog, amit keres mert biztonságban érezzük magunkat. Az, hogy diversity hire, az igazából szerintem egy ilyen valami ilyen degradáló, és ilyen megalázó kifejezés. Hogy, ja, ő csak azért vették föl, mert lány, vagy mert, mert fiú. És így nőként egy olyan szakmában, ahol így majdnem mindenki férfi, ez ilyen, tudod, ez így a rémálmod, hogy én nem akarok ez a token lenni, ez, ez, ez akik csak azért vettek föl. És ez folyamatosan ott van benned, hogy most azért vettek föl, mert jó vagyok, vagy csak mert lány vagyok, vagy nekem így alacsonyabb a léc. És én hallok ilyet srácoktól, hogy így, ja, hát persze neked könnyű, te lány vagy téged, úgyis felvesznek bárhova. Szóval, hogy ez, ez ilyen nagyon vissza tud ez ütni, ez a diversity beszélgetés. Vagy a rosszul csinálják, és tényleg csak ilyen kilóra mennek, hogy legyen sok nő, mert mint láttuk, nem lesz jó a csapat dinamika. Hogyan lehet segíteni, hogy, hogy ne csak a diverzitás legyen meg, hanem ez az inkluzív környezet is? Vannak már jó módszerek arra, hogy ezt így mérjük. Tehát ugye alapvetően minden mérek, én egy számokkal foglalkozó ember vagyok, most már kialakult egy olyan része a data science-nek, amit úgy mondjuk, people analytics, ami valahol a HR és a data science között van, és akkor ennek egy magasabb formája az nem csak azt számolgatja, hogy hány nő van meg férfi, meg mindenki ugyanannyit keres, hanem akár egyébként a cégen belüli társadalmi kapcsolatokat is felmérített, hogy ő, rengeteg alatt van a cégben arról, hogy emberek hogyan kollaborálnak, és, és tök jól lehet látni azokból a hálózatokból, ahogy mondjuk az emberek együttműködnek, hogy valaki ki van rekesztve, vagy egyszerűen nem olyan a megbecsülése, mint amit a szakmai ö, tudása indokolna, hogy vannak-e olyan típusú mintázatok, hogy az emberekben nem tudatos ö, kvázi diszkrimináció van. Ezt mondjuk tök sokszor látjuk ilyen szervezeti kutatásokban, Aha. hogy ö, egyszerűen magunkkal hozzuk a világot, amiben élünk. Tehát ö, az egy nagyon gyakori dolog, hogy hogy a nőket, hogyha ilyen kvázi kérdőíves módszerrel vérjük föl, azt, hogy ki kivel dolgozik együtt, mit gondol róla, meg, meg ez a szociometria jellegű, ami milyen nagy hagyománya van Magyarországon a, a mérő óta, hogy így, te kivel mennél el kirándulni, kivel ebédelnél jelöl, meg négy embert. És ennek amúgy van egy reneszánsza most az ilyen típusú kérdéseknek, mert ez kvázi implicit tudja mérni azt, hogy neked van-e van -e, van -e tehát hogy van -e egyfajta előítéletességed. Mert nem azt kérdezem meg, hogy utálod -e őket, vagy, hogy nem akarsz, vagy nem tartod -e őket jónak, hanem azt kérdezem meg, hogy tartasz jónak. És azok a mintázatok tök jól látszódnak cégekben, hogy hogy nagyon sokszor van az, hogy a férfiak Igazából sokkal inkább férfiakat fognak szakmai kérdésekre megjelölni, egyszerűen. A nők meg ugyanolyan arányban jelölnek meg szakmai kérdésekre nőtt meg férfit. És nagyon sokszor látjuk azt is, hogy nők, akik egyébként már magas pozícióban vannak, rosszabb pontszámokat érnek el úgymond szakmai típusú kérdésekben, mint mondjuk a férfiak, akik mondjuk sokkal alacsonyabb státuszban vannak. Tehát, hogy itt van egy ilyen státusz inkonzisztencia, vagy tehát, hogy egyszerűen a nőnek ez ugye van, ez a sztereotípia meg elmélet, hogy ötször annyit kell dolgozni, hogy el legyen fogadva. Ez nyilván nem tudjuk, hogy pontosan hányszor annyit, de hogy ez, ez bennünk van. De ha mondjuk személyes kérdésekről van szó, hogy kihez fordulsz mondjuk a személyes problémáiddal, nők. Csak nőkhöz fordul mindenki a személyes problémáival. Tehát, hogy ezek viszont már azok a, azok a belénk nevelt sztereotípiek, ez ugye ez a ez a gendered behavior, amit nem tudok szépen lefordani, a nemiségből adódó viselkedés, ami ami az elvárt viselkedés, amit a, nem, amit a társadalmi nemünktől elvárnak, ezt igazából beviszük a munkahelyre ugyanúgy. Mm. És ez, ez baromira nehéz, tehát hogy ez egy olyan kérdés, amivel nagyon tudatosnak kell, de amíg amúgy ezt nem látod, tehát hogy még nem mutatják meg neked ősz menedzserként egy cégben, hogy ja... A, 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 a csajoktól igazából csak személyes tanácsokat kérnek, hiába van, nem tudom, öt phd jük meg baromi okosak, de amúgy a srácok meg szakmailag baromira el vannak ismerve, addig egyszerűen így nem is tudsz ezzel miszkedni, mert fogalmat sincs. Uh -huh. És akkor így, így azért kialakul egyfajta szegregáció, meg motiválatlanság ilyen rosszabb kultúrájú helyeken, és a nők elmennek. Tehát mind az az effort, amit beleraktunk abba, hogy felvegyük őket, ha nem vagy megbecsülve, miért maradnál ott? Tehát, hogy én nem kávét akarok főzni, most nyilván sarkítok, de hogy ez egy, ez egy létező probléma. Szóval az első lépés nyilván, hogy mérjük és lássuk. Ugye Varik Egyetem kutatója vagy, és most is ilyesmi területen mozogsz. Nem, egyébként most egy kicsit váltottam, mert mint egyébként ebből a, a, ebből a diverzitás és inkluzió kérdéskörből egy csomó érdekes és problémás dolog alakul így a big data boom miatt, tehát hogy ugye most egy ilyen nagyon érdekes kérdéskör, ez az algoritmikus diszkrimináció, ami ugye arról szól, hogy, hogy egy csomó mindent, amit mi, mint emberek használunk a mobiltelefonunktól kezdve a vásárlásunkon át, mit tudom én, mindent online végzünk, ugye azokat nagyon sokszor algoritmusok vezérlik már, amik a meglévő viselkedésünkből prediktálják, hogy mit fogunk csinálni, és úgy ajánlanak fel nekünk különböző lehetőségeket. És amikor írtam a diszertációmat, akkor egyre többször előtérbe került, hogy igazából ez a diverzitás és, és sokszínűség, ez mennyire fontos lenne a data science közösségben. Mert amikor ilyen um, tanuló algoritmusokkal foglalkozunk, akkor rengeteg helyen tudjuk beleépíteni a mi meglévő előítéleteinket abban, mit csinálunk, az adatok gyűjtésétől kezdve odáig, hogy hogyan implementáljuk vagy teszteljük. És engem ez egyre jobban elkezdett foglalkoztatni, meg nyilvánvalóan egyre több ö, ilyen botrány van minden héten, hogy az Apple Pay a nőknek kevesebb kreditszkort ad, noha ugyanazon a számlán vannak, mint a férjük. Tehát, hogy ilyen minden nap van ilyen, és ez nagyon sokszor abból adódik, hogy maguk a csapatok, akik ezeket a termékeket fejlesztik, semmilyen szempontból nem fedik le a, a vásárlókat. És egyszerűen nagyon egyszerűen működünk emberek, hát én most hogyan tudnék egy Kínában élő hatvanas as férfivel empatikus lenni, ha életemben nem voltam Kínában. Tehát, hogy nagyon nehéz. Nyilván a világ globális, és tök sok minden hasonló, de, de erre egyre több jel mutat, hogy egyszerűen a, ez az etikus data science, meg a diverzitásnak van egy ilyen mesdjéje, úgyhogy ez nem most engem nagyon foglalkoztat. Illetve az, hogy maga a, az AI, meg ez az artificial intelligence, amikor emberekkel együttműködik, az hogyan hat az emberek kollaborációjára, és ennek egyéb betűle és igazából most ezzel foglalkozom, hogy azt próbáljuk megérteni, hogyha van mesterséges intelligenciai közösségben, ami mondjuk valakiét, tehát mondjuk botokról beszélünk ebben az esetben, az, az hogyan hat az egyénnek a kapcsolathálózatára. Tehát, hogy van-e olyan, hogy én onnantól kezdve, hogy birtokolom ezt a mesterséges intelligenciát, ugye ez egy ilyen power tehát hogy egy ilyen aláfölé rendeltség onnantól kezdve, tehát ilyen csomó mindent tudok csinálni, amit mások nem, az hogyan hat ki arra, hogy én akikkel együtt dolgozom, ők velem hogyan viszonyulnak hozzám a továbbiakban. Tehát, hogy kihat te maga a mesterséges intelligencia jelenléte a társadalmi kapcsolatokra. Ezt úgy képzeljem el egyébként a gyakorlatban, hogy mondjuk van egy csapat, és akkor bejön egy, egy chatbot például egy, egy, egy csapat beszélgetésébe például. Hosszú távon igen, ami mi most tesztelünk adatokat, mert ugye azért rengeteg etikai kérdés van itt, tehát hogy próbálunk olyan adatokkal foglalkozni ezen a területen, amit ilyen adatvezérelt társadalomtudománynak tudománynak hívunk, hogy, hogy online elérhető közösségeket keresünk, és ott teszteljük az alapjait a hipotéziseinknek, és mi mondjuk a Wikipédiának a kollaborá kollaborációs közösségét vizsgáljuk, ahol lehet botokat csinálni. És, és ott van, nem tudom, 15 millió szerkesztő, van több ezer bot, akik ilyen elképesztő harcokat vívnak egymással, hogy mi kerüljön föl, hova, megdöbbentő dolgok mennek ott a háttérben, hogy akkor most Barack Obama, vagy Barack Hussein Obama, az ilyen nem tudom, évekig tartó harc, és minden héten valaki berakja, valaki kiszedi, és ebbe a kis emberek közötti harcba bekerültek a botok 2007 körül, akik először csak olyan dolgokat csináltak, hogy mondjuk a veszőket javították, meg a linkeket cserélgették, de már olyan is van, ami a vandalizmus ellen megy, tehát ott már ő kvázi döntéseket hoz az a bot, hogy most ez az ember, aki ezt a szerkesztést be akarja rakni a Wikipédiába, az egy vandál, tehát hogy árt kvázi a, ennek a tudományos produktumnak, vagy nem. És akkor itt már azért vannak kérdések, hogy ha valaki egy ilyen botot tulajdonol, akkor, akkor az hogyan változtatja meg az ő korábbi együttműködését más szerkesztőkkel? És mi most erre vagyunk kíváncsiak, mert azt gondoljuk, hogy egyre többször fogunk mesterséges intelligenciával együtt dolgozni, tehát, hogy nem csak chatbotok, hanem ez azért folyamatosan fejlődik, és lehet, hogy most nem tudom, amikor majd a következő podcastot, nem tudom, ha tíz év múlva felveszünk, vagy ott, akkor már nem lesz itt egy ember, aki segít nekünk beállítgatni a kamerát, hanem egy bot majd így megy jobbra-balra. És hogy ez meg fogja változtatni nagyon nagy valószínűséggel azt, ahogy mi kollaborálunk. És azt látjuk most az első eredményekből, hogy igen, tehát, hogy van hatása annak, hogy, hogyha valakinek van mesterséges intelligenciája, és, és most azt nézzük, hogy és ha nincs, csak interakcióba kerül vele, akkor, akkor az, az hogyan hat. Azt még nem látjuk, remélem a jövő héten fogjuk. De hogy, de hogy, van, és gyengülnek az emberi kapcsolatok onnantól kezdve, hogy valaki elkezd így a, a botokkal együtt működni. Nyilván ennek időhiány is az oka, de hogy egyszerűen drasztikusan átalakul, hogy kikkel dolgozik együtt, hogy min. Tehát, hogy kihat ránk a technológia, amit mi hozunk létre. Ilyen nagy, nagy szavakkal kimondva is. Mondtad, hogy a, a Wikipédiának az adatait használjátok, ez mindenki számára elérhető? Ja, csak egy baromi nagy szerver kell hozzá, de, de egyébként igen, tehát hogy ez teljesen open. Alapvetően kutatási célra szinte mindig, nem mindig próbálunk, bármint az én területemen olyan adatokat használni, amit bárki használhat, mert ugye az is egy kritérium a kutatásnak, hogy ugye megismételhető legyen. Mert nyilván good luck, hogyha szeretnél egy évig futtatni a kódokat, de közé tesszük, hogy igen, ez egy fontos kritérium. De van olyan kutatás, amikor nem, tehát mondjuk egészségügyben biztos, hogy nem lehet közzétenni. vagy, vagy egy, egy, kutatás, amin a Corvinus értemmel fog dolgozni, ott még vettünk adatot, tehát hogy ilyen van. Arra akartam pont rákérdezni, hogy az adatoknak a hozzá az mennyire határolja be egyébként az adattudományos kutatásokat, vagy mondjuk a jogi változások, amik a, az adatoknak a felhasználására irányulnak? Hát a Károlyán azt hiszem, hogy így tíz éve volt, amikor egy. Mert mint, hogy nem kána ember, látjuk, hogy mi történt a Cambridge Analytica-val, és hogy nem tudom a választásokat, hogyan lehet adatokkal hackelni, tehát hogy nyilván nem kárna de mondjuk akkor tényleg bármit le lehetett szedni. Tehát, hogy én Facebookról bármit leszedhettem, és meg is fel tudtuk rajzolni a magyar pártok közötti kapcsolathálózatot az alapján, hogy az emberek hova kommentelnek, ma már ilyet nem lehet, és ez nem is baj, szerintem. Nyilván korlátoz, de de ez jó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ne férjünk már hozzá mindenhez, semmiképp, mint felhasználó. És mint egy kutató, akit érdekel az etikus adatelemzés, ott meg ez különösen fontos. De például auditálni algoritmusokat legális, még úgy is, ha teszed le az adatot. De hogy mit oszthatsz meg, fédeni kell a felhasználókat, tehát hogy egyszerűen ez, ez, ez baromi fontos. Meg agregálni kell, és, és hát a cégeknek sem érdeke az, hogy egyébként én, mint kutató, hogy mindent leszedjek tőlük, nem nekik ilyen irdatlan data science csapatuk egy tonna pénzért, tehát hogy ők aztán ott mindent kielmeznek arról, hogy te nem tudom a Facebookon kinek hány betűt írtál, tehát hogy ők így mindent tudnak, tehát hogy ez nem kérdés, de ezt ők nem adhatják ki. És szerinted, hogyha ezt mondjuk ilyen trendszerűen nézzük meg, akkor hogyha mondjuk tíz évvel ezelőtt lehetett még ilyet csinálni, akkor tíz év múlva hova jutunk el egyébként? Én abban bizony, hogy maguk a felhasználók sokkal tudatosabbak lesznek. Alakul az a trend, hogy inkább az emberek fizetnek azért, hogy na, tárolják az adataikat, tehát hogy szerintem ez azért változik, de nem tudom megmondani, hogy a tíz év alatt hát annyi minden történik. Tehát te gondoltad, hogy nem koronavírus lesz, tehát hogy így annyi minden át fog alakulni tényleg, én bízom benne, hogy lesz mondjuk olyan az általános iskában, hogy beszélünk arról, hogy mit ne osszuk meg magunkról az interneten. Legalább boldogabb országokban, de hogy, hogy, hogy szerintem az, 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 ez az adattárolás, az online jogok, ez egy ilyen olyannak kéne lenni, mint a, nem tudom, tehát, hogy ez legyen a gyermekvédelem része, tehát hogy így meg, hogy a suliban erről tanuljunk, és az nyilván fogja hozni magával azt, hogy mi lesz elérhető. Mert, mert ez amúgy meg nyilván tudományos szempontból nagyobb szívás lesz, de hát akkor meg kitálunk új dolgokat, tehát, hogy azért nem kell aggódni. Mi azért így kreatív emberek vagyunk, abban bízom. <laughs> És hogyha egy kicsit visszakanyarodunk a jelenlegi kutatásaidra, akkor a Corvinus Egyetemen mivel foglalkoztok? Én egy olyan projektre csatlakoztam, ami, ami igazából arra kíváncsi, hogy az emberek mozgása, az, az hogyan hat ki mondjuk a a, a, nagyon sok különböző dologra, de ami én konkrétan engem érdekel, az az, hogy az emberek mozgásában bekövetkezett változás a koronavírus hatására, tehát hogy nem mentünk be dolgozni, az, az hogyan hat ki a különböző városrészekre, gazdasági szereplőkre, és hogy, hogy azt kéne megérteni, az a, az, a nagy terv, hogy azt fogjuk megérteni, hogy mitől élhető egy városrész, és hogyha mondjuk beüt a klímakatasztrófa, ami már beütött, de hogy úgy még durvábban is teljesen átalakul, ahogy élünk, akkor annak várható, milyen hatásai lesznek, és hogyan tudunk mondjuk milyen reziliens, tehát hogy ilyen, ezt hogy mondjuk szépen, olyan városokat rétrehozni, amik, amik tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy mondjuk holnaptól nincsen az, hogy én a kökin átmegyek mindig, mert mondjuk annyira elviselhetetlen az időjárás. Tehát, hogy, és hogy maguk ezek a kis és középvállalkozások, amik egyébként egy város résznek a legfontos, leg, hogy is mondjam, a legtöbbet adnak ahhoz az élményhez, hogy élhető legyen egy város, az nem a parkoló, meg a szeméttároló, meg a highway, amitől én jól fogom érezni magam, hanem a sarkon lévő kávézó, azok azok, amik nagyon sokat tudnak veszíteni, amikor az emberek már nem mennek be a belvárosba, vagy egyszerűen nem járnak át bizonyos részeken. És mivel a koronavírus az egy ilyen érdekes helyzetet teremt tudományos szempontból, hogy ez egy ilyen olyan experiment, tehát egy ilyen, olyan kutatási settinget tud csinálni, hogy, hogy történt, megy az élet, valami nagyon durván történik, és utána megint elkezd visszaállni az élet. És ugye ilyet nem tudsz megrendezni, viszont nagyon izgalmas dolgokat lehet látni, ha látjuk, hogy előtte mit csináltak az emberek, meg utána. És ezekből lehet szimulációkat csinálni hosszú távon, miután megértettük, hogy mi történik. Úgyhogy kicsit ez a városi élet, élhetőség vonal az, ami, ami foglalkoztat minket, meg az, hogy, hogy, mit lehet majd csinálni a, nem tudom, a, a köki lévő dohányboltal, amikor majd nem mennek át rajta az emberek, ők miből fognak megélni. Tehát hogy ez, a, ez a típusú ilyen gondolkodás, amit keresünk, de kimondottan abban, hogy hogyan mozognak az emberek a térben. Mm. Úgyhogy ez az új izgalom. De ez, ebben már dolgoztam korábban a Luis Natérával, meg a Deritei Dáviddal, és ott ilyen élhetőségi indexeket számogatunk Budapestre. A cikk elérhető, bárki olvashatja. Nem lesz nagy meglepetés, ha azt mondjuk, hogy a város közepe bizonyos részei baromi elhetőek, tehát hogy így nagyon azt látod, amit várnál, és hogy mennyire szörnyű, hogy nem történik semmi a külső kerületekben. Remélem, ha öt év múlva megismételjük, jobb lesz, de hogy kicsit ezt is akarjuk erősíteni az ilyen típusú kutatások, hogy így a saját lokális környezetünkben amúgy az adattudomány nagyon sokat tud tenni, tehát mm. az egy vízgivonal körvonalazódnak esetleg eredmények arról, hogy a járvány hogyan kezdi el átalakítani? Nem, még közegünket. nem. Tehát most még nagyon most kaptuk meg az adatot a múlt héten, és még így küzdünk, hogy betöltsük. Nagyon nem más mert megvan, de hogy így most még azt nézzük, hogy mennyire jó ez az adat. Tehát azért ez úgy néz ki, hogy van valami parami nagy adatunk, azért az, hogy vagyok, ne legyen bias az adatban, tehát hogy ne legyen az, hogy teljesen rossz, vagy szedjük ki a turistákat, vagy azokat az embereket, akiket nem tudunk, ez egy anonimizált adat, de hogy szeretnénk, hogy minél több helyre egy user elmenjen, és lássuk az életmódját, mert ugye akkor tudjuk jól elemezni. Ott még rengeteg tisztítás van, úgyhogy remélt, hogy szerintem egy ilyen fél év múlva majd látunk dolgokat, abba bízom rátérhetnénk a Women in Data Science konferenciára, ami márciusban a te segítségeddel szerveztétek meg az elsőt közép Európában, úgyhogy ez, ez egy fantasztikus eredmény, az gratulálok hozzá így utólag is. Erről kicsit tudnál nekem mesélni, hogy mik a célok, jövőre lesz-e, mik várhatóak ezzel kapcsolatban? A Women in a Science Conference, tehát a Nők az Adattudományban, az 2015-ben indult a Stanford Egyetemről. Aminek egyébként az a története, hogy a Margot Garrison, aki professzor a Stanfordon, nem tudott elmenni egy előadást megtartani Stanfordon valamiért, mert aztán beteg volt a gyereket. Tehát, hogy valamilyen nagyon hétköznapi probléma volt, és így lemondta. És utána megnézte, hogy kik elő, és így látta, hogy egyetlen női előadó sem szerepelt a Silicon World közepén, a Stanford egyetemen, egy data science konferencián, és így bánt a titkás, és ez hogy lehet? Hát te lemondtad. És mondta, hogy nem találtatok, ne szórakozzatok. És hogy teljesen kikészült ezen, hogy hogy ilyen nincs, tehát hogy rengeteg tehetséges nő van, csak hát itt jön be az a probléma, amit itt sokszor látunk, hogy a vizibilitás. Tehát, hogy egyszerűen nem látunk női tudósokat, nem mennek el annyit, 15-ször visszamondják. Tehát, hogy így van egy csomó probléma, és ő azt mondta, hogy, oké, okay, ő, ő most ebbe beleáll. És akkor az egyik volt diákja van, aki a Facebooknak volt az egyik ilyen data scientistje, kitáltak, hogy egy ilyen revenge konferenciát fognak csinálni és nem tudom ezt, hogy kell szépen mondani, tehát hogy így csak nőket fognak meghívni, akik így baromi jók. Tehát, hogy ez nem ilyen az lesz, hogy ülünk a barunkkal, és is sírunk, hogy rossz nekünk nőknek, hanem hardcore is tét data science. És akkor ezt megcsinálták novemberben, azt hiszem, egy nap alatt elkeltek a jegyek, teltház hatalmas siker, beállt mögé a világ összes nagy cége, és mondták, oké, okay, akkor lehet ennél többet. Lehet, hogy itt találunk, itt a Stanford körül, mert nyilván ez egy olyan környék, de biztos, hogy ez a világon is van. És akkor megcsináltak ennek az úgynevezett ilyen nagyköveti programját, és lehetett ilyet csinálni mindenhol a világban. És pár éve volt egy, 2015 vagy 6 ban a Corvinuson volt egy, ahol én is előadtam, de nem mindenki volt data scientist, és engem ez roppantul zavart, hogy tök jó, hogy megcsinálták, meg persze, kicsit ilyen izé, savanyú, meg citrom, meg a miénk, de hát nagyon béna volt. És ö, így eldöntöttem, hogy na jó, ha jövőre lehet jelentkezni, akkor ezt megcsinálom jobban, mert hogy így négy hárással -el adtam elő, az ilyen gáz volt de amúgy tök jó, hogy megcsinálták, mert amúgy livestreamelték Kaliforniát, tehát tök sok jó dolgot is csináltak, de én elégedetlen voltam, mert itt sokkal jobb női tudósok vannak ebben az országban. És akkor a Kolta Júli barátnőmnek ezt mondtam, aki az Eltén professzor, meg a CEUM Visiting professzor, és akkor megcsináltuk az elsőt két éve Budapesten, a CEUM, körülbelül fél óra alatt elfogyott 400 jegy, teltház, elképesztő volt, nagyon jó előadóink voltak, mindenféle korosztályban. Nyilván azért a magyar női a Scientist közösség fiatal, tehát hogy ez egy fiatal tudomány, nem fogunk tudni nem is volt célunk, hogy külföldről hozzunk előadókat, tehát hogy mi kimondottan Budapesthez kötődő előadókat kerestünk. Egy, egy lány jött Bécsből, de előtte Budapesten volt. Tehát, hogy ez, 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 volt így a fő cél, hogy, hogy, nem akarunk sztárokat behozni külföldről, vagy legyenek magyarok, vagy éljenek Budapesten. És angolul volt, és ez tök nagy lépés volt szerintem egy csombernek, hogy ott adott először elő angolul, és baromi jól sikerült. És aztán csináltunk még egy magyart, az volt az utolsó offline dolog, ami szerintem a koronavírus előtt megtörtént, Úgyhogy, de még így is teltház volt, tehát, hogy ilyen döbbenet volt. Persze már így a CEUN így, én takarítónőt még annyit nem láttam így mosni így a kilincseket másodpercenként, tehát hogy ez ilyen március vége volt. És akkor jött a koronavírus, és akkor mi lesz a következő évben? És akkor én voltam kint a Stanfordon, ahol így mesélték, hogy ők azt tervezik, hogy hogy most, hogy így online lesz, még, még előtte már beszélgettek arról, hogy ilyen regionális éventeket kéne csinálni. És akkor felhívtak, hogy beszélgessünk, hogy mit szeretnénk. És hogy ők egy ilyen regionális dolgban kezdtek el gondolkodni, hogy legyen egy ilyen európai, legyen egy ilyen Észak-Amerika, meg Dél-Európa, nem Dél-Amerika, meg ilyesmi. És akkor mondtam, hogy oké, okay, de hogy, de hogy, lehet ilyen kis saját éventeket is csinálni, és akkor hogy de én egy közép-kelet-európait akarok, mert szerintem itt ez tök más, mint Nyugat-Európa. Tehát, hogy mi más problémáink vannak, mint egy franciának vagy egy németnek. Mert az tökre látszik ebben a Women in Data science hogy ez egy ilyen empowering dolog. Tehát, hogy például um, az arab térségben ez egy ilyen nagyon magas presztízsű event, és nők, akik mondjuk Afganisztánban nem léphettek be a Tudományos Akadémiára, rötte, ezen az éventen beléphettek. Mert hogy ott van, hogy Stanford, és ez egy ilyen nagyon sokat ad hozzá. És és ugyanezt történt Kelet-Kel-Szép-Európában is, hogy én így írtam, hogy ki akar, és így. 8 hét ország és nyolc város csatlakozott be, Ausztriától, Bosznián át, Románia, Szerbia, Horvátország és elképesztően szuper előadók voltak. Tehát is nagyon sokszínűek, nagyon izgalmas területekről, és jól tudnak angolul, izgalmas dolgokat csinálnak, az egészség egytől állt a privacy szóval én teljesen le voltam nyugözve, szóval nekem ez egy hatalmas élmény volt. A szervezőnők meg egyszerűen egy ilyen csodálatos csapat, akik így mind kvázi külföldről hazatértek, és így rakják bele a szívüket, hogy legyen itt jövő, mert hát azért azt látjuk, hogy nagyon kevesen maradnak itt. Szerinted mit lehetne tenni, hogy többen maradjanak itt? Te egyébként itt, itthon tervezel maradni? Hát én most úgy döntöttem, hogy ősztől hazajövök. Ez nagyon nehéz, tehát szerintem vannak jó kutatócsoportok Magyarországon, de hát nyilvánvalóan azért rengeteget kell dolgozni, hogy egy kutatócsoport fenn maradjon. tehát hogy granteket kell beadni, pályázni kell, publikálni kell, és azért van egy ilyen mamutrendszer fölöttünk, ami sajnos nem erre tanított minket, tehát hogy Azért jönnek ki úgy pi hallgatók Magyarországon, akik is soha nem írtak nemzetközi cikket. Tudom, hogy így most már azért ez javul bizonyos helyeken, de azért sok helyen még nem. És uh, nyilván a presztízse is szar az egyetemeknek, soknak. Sikerült elődöznünk már egyet, ami például elég jó volt. Uh, és hát a fizetések sem a legjobbak, tehát hogy így, ha ezt így összerakod, akkor meg a politikai helyzet sem a legjobb, tehát hogy elég nehéz, csak az igazán elhivatottak, a kemények maradnak. Nem tudom, szerintem biztos, hogy át kell szervezni dolgokat, nem tudom hogy hogy, mert egyelőre még nem látom át a rendszert, mert nekem ez elég új, de, de hogy nagyon-nagyon sok mindent kell csinálni, hogy ez jobb legyen egyszerűen, mert meg már a diákok sem jönnek, tehát hogy így Szerintem az én évfolyam az utolsó, akik még Magyarországra mentek egyetemre, ha kicsit is jobb tanulók voltak, vagy anyagilag megengedhették. Tehát, hogy szerintem már itt is van egy probléma, és ezzel nagyon nehéz harcolni. De az biztos, hogy nem segít, hogy a politika rászáll a tudományra. Tehát hogy ebben százezekig biztos vagyok. De vannak jó kutatócsoportok, nagyon nemzetközi, rangos folyóiratokban írnak, és vannak jó kutatók, csak őket így meg kéne tartani mivel tudnád biztatni a jövő generációt, hogyha mondjuk data science irányba szeretnének elmenni? Hát, hogy hajrá, mert most már annyi mindent el lehet érni online, lehet ilyet tanulni, egyébként a magyar egyetemeken, pont akik data science jellegű dolgokkal foglalkoznak, egyébként nem szedküsz szinten is jók, mert egyébként ez azért egy látványos dolog, hogy kelet-közép-európában, vagy mondjuk nem mi kelet-európa vagyunk, de ez egy más kérdés, nyilván nem a humanities meg a szociológia területen alkotnak a legnagyobb, bár szociológiában vannak jók, de hogy ugye az ilyen természettudományi vonalkon azért még vannak jó kutatóink, mert az amúgy nyelvfüggetlen, olcsóbb, csomó, mondjuk most már azért kellenek szerverek, de hogy alapvetően vannak jó kutatók itt, és lehet tőlük kérdezni, és még van, aki tanít is Magyar Egyetemen, és el lehet menni kutatócsoportokba, aki kutatni akar, aki meg nem, vannak szakok, tehát hogy egy csomó helyen lehet ma Magyarországon Data Science-t egyetemen tanulni. De egyébként meg szerintem nem kell Data Science-t tanulni feltétlenül. Tehát ugye azt is látom, hogy szerintem azok a legizgalmasabb, akár az industriban, akár a tudományban dolgozó ilyen adatokkal foglalkozó emberek, akik tök más tanultak, csak felszedték ezeket a skilleket, meg programozni, amúgy meg tanulni, meg a matek sem tehát azért nem mindenki is arcfelismerő algoritmusokat írt, tehát, hogy így aki elmegy, nem tudom dolgozni a telekomba, az SQL fog írni, és próbálja megérteni, hogy hogyan viselkednek a, a, fel, a, vásárlók. És az is tök fontos, de ott mennyivel fontosabb, ha közgazdász vagy, vagy szociológus vagy, vagy ha etikai kérdésekkel fogsz foglalkozni, akkor meg lehet, hogy jobb, ha filozófus volt. Tehát, hogy azért ezeket a hard skill-eket próbáljuk úgy beállítani, hogy nem lehet megtanulni. Meg lehet. Én minden évben tanítok társadalomtudósokat programozni nyári egyetemeken, akiknek nulla, tehát nulla matek tudásuk van, és tök jó dolgokat csinálnak, és baromi jó ötleteik vannak, teljesen máshogy gondolkodnak. Úgyhogy neki válasza azt, amit érdekel, és ezeket amúgy most már fel lehet venni, ezeket a tárgyakat. Például az eltér, azt tudom, hogy a masteren bárki felvehet egy ilyen egyéves computer science extra képzést. Tehát, hogy ezt az egyetemek is már elkezdték felismerni, szóval nem kell feltétlenül mindenkinek és statisztika szakra menni szerintem. Tehát, hogy ez nem, nem ez a, szerintem nem ez az Út. Engem általában kifejezetten érdekelnek az egészségügyi témák, és most a járványjal és a járványkezeléssel is sokat foglalkoztam. Nem tudom, hogy biztosan data science szempontból is nagyon érdekes dolgok történnek. Említetted is ezt a kutatást, amit most kezdtetek a Corvinuson, mm. és kifejezetten a járványjal is foglalkoztál egyébként. Szerintem tavaly áprilisban minden kutató foglalkozott a járványjal a világon, ha éppen nem volt négy gyereke, aki a fején ugrált otthon, mert azért ezt is látjuk, hogy például a nők, akik a járvány miatt egy kicsit kiestek a tudományos pixisből, de igen, tehát hogy Magyarországon is megalakult egy ilyen adatelemző csoport márciusban. A, ami a, azt próbálta megérteni, hogy hogyan fog terjedni a járvány. Tehát ezt, a, ezt, a, ezt az R négyzetet, ezt már biztos mindenki hallotta, ezt a számot. Vagy R0, bocsánat, na már ennyire, ezért, túl túlpörgetem túl ezt. Tehát ezt az R0-t, ezt már szerintem mindenki hallotta. De ehhez adat kell. Tehát, ugye ezt nem lehet így megmondani, hogy most milyen lesz a reprodukciós szám. És, és akkor ez, mivel ugye van egy csomó ilyen adatkezelési isú, ugye vannak ezek az olyan módszerek, hogy az emberek mobiliát követik, hogy merre mozognak, mert ugye alapvetően arra kíváncsi az epidemiológus, hogy hány emberrel fogsz találkozni te, és akkor ezeket agregálják, és úgynevezett kontaktmátrixokat csinálnak, hogy a bizonyos életkor csoportok más életkor csoportokkal hányszor találkoznak. És körül ezekből számolják ki. Azhoz a részéhez nem értek, de hogy ezek a mátrixok jön jönnek. itt kialakult a Szegedi Egyetem, a CEU, meg, a, meg azt hiszem az ELTE közreműködésével egy ilyen úgynevezett kérdőjével, aminek az nem egy maszk, ami ez a Magyar adatszolgáltató kérdőjében, ami a covid.shed.hu oldalon elérhető, és a mai napig bárki kitöltheti. Ez teljesen anonim, és ebből agregált adatok keletkeznek arra vonatkozóan, hogy ki milyen korosztályban hány emberrel találkozott, átesette már a covid és hogy korábban ugye még ez volt a kérdés, ma már inkább az, hogy be van-e oltva, stb. És akkor ezekből tudnak valószínűségeket számolni, meg eloszlásokat az epidemiológusok. De ezt a kérdőjét fel kell venni. Ezt normális emberi formába kellett hozni, és mivel ez egy online adatfelvétel, ami tök anonim, nyilvánvalóan semmilyen szempontból nem reprezentatív. Tehát, hogy ezt ki kellett egészíteni egy telefonos kérdőivel, és ezt ki kell hogy hogy lehet besúlyozni, hogy egyébként használható legyen. Úgyhogy én ebben a részében vettem részt ennek. De amúgy még most is megy az adatgyűjtés, úgyhogy bárki, aki épp unatkozik, az mindenképpen menjen föl a covid.shed.hu címre, és töltse ki a maszk kérdőívet, mert nem vagyunk túl optimisták, és ezért kicsit félünk attól, hogy itt még lesz egy negyedik járvány, úgy tudom, és hogy vagy hullám, úgyhogy amellett, hogy neki oltsa be magát, töltse ki ezt is. Tehát, hogy ez szerintem tök fontos. Szóval ezen a részén dolgoztunk, és ebben az volt az érdekes, hogy ebben fizikusok, epidemiológusok, meg szociológusok dolgoztak együtt, ezért egy csomó olyan társadalmi kérdést is bele kellett rakni, meg az, hogy mi befolyásolja azt, hogy hogyan tudjuk súlyozni az adatokat? Én ezen dolgoztam egy csomót, és akkor most így ebből lesz majd egy cikk is remélhetőleg, már, már beadtuk, már csak várjuk, hogy elbírálják, de, de igazából az nagyon fontos lenne, hogy jó minőségű adatok legyenek. De nagyon nehéz, mert egyszerűen az EU-s jog azt nem engedi, hogy én most mindenkinek a mobilján így kutakodjak. Lehet, hogy ezt Kórában meg lehet csinálni, vagy Szingapurban, de ez itt így etikailag semmilyen szempontból nem menne át. Szóval ezért vannak ezek az ilyen offline, online keverékek. Ellenben nagyon drága egy telefonos kérdőív. Tehát, hogy ezért tök jó egy online rendszer, hogy így lehet ezt a költségeket optimalizálni, és mondani valamit, hogy mi lesz. De ehhez kell, hogy kitöltsék, úgyhogy töltsétek ki. <gül> igen, <gül> igen, akkor tényleg mindenki töltsék ki. <laughs> covid.shed.hu Jó, abba hagytam. De, igen, szóval ez, ez, ezen dolgoztam, de utána, amikor elkezdtem Warwickban dolgozni ősztől, akkor én már ebben nem tudtam részt venni, mert kicsit sok lett a botos meló, és dolgozni kellett azon. De még dolgozik az a csoport egyébként. És um, amúgy az eredményeik azok mit? Mármint, hogy ennek a cikknek így előzetesen az eredményeiről is tudnál mesélni? Vagy ez nem egy módszertani cikk. Szóval módszertal. ez nem egy ilyen nagyon színes, szagos történet. Ez, ez, ez alapvetően arról szól, hogy hogyan tudod az online és az offline adatgyűjtést úgy összefésülni, hogy használható legyen az online. Szóval ez egy ilyen viszonylag sztáros statisztikai cikk, úgyhogy lehet, hogy ez nem olyan szórakoztató. De az biztos, hogy nagyon fontos benne, hogy ezek a... Um, az ah, is mondjam, a, az ilyen etikus adatgyűjtési um, elvárások nőnek, úgy, úgy, abszolút egyre fontosabb lesz, hogy valahogy validáljuk az online adatgyűjtést, mert ugye az amúgy anonim, meg agregált, meg olcsó, um, és hogy, hogy ezt a kettőt jól össze lehessen fésülni. Szóval én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az egy tök fontos cikk, hogy erre adtunk egy framework-öt, egy, egy módszertan, de hát ez nem olyan színes szagos, mint mondjuk, hogy nem tudom, a diversitás az hogyan függ össze a teljesítményen. szóval ez úgy nem annyira íz ki ebből a szempontból. Igen, de a, mondjuk az etikus adatgyűjtés az tényleg egy nagyon fontos téma szerintem is. Úgyhogy ez nagyon szuper, hogy ezt megcsináltátok. Reméljük, hogy mások is így fogják ezt értékelni, de amúgy tényleg ez, ez most egy nagyon fontos téma. szerintem is. Köszönjük a figyelmet! A Kubit podcastját hallottátok. Vásárhelyi Orsolya adattudossal, a Vorik és Korinusz Egyetem kutatójával beszélgettem. Iratkozzatok fel csatornáinkra, hamarosan újra jelentkezünk!